Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy új hold jóslás, ez a kirakás, a kártyák mutatják, hogy mi történik új holdtól a teli holdig, de megnézzük a horoszkópot is, hogy mi várható ennél az új holdnál és új hold után, miután indul a növekvő hold fázis. Itt van a horoszkóp, az indiai asztrológia szerint, mégpedig a dél-indiai forma. Egy új hold azt jelenti, amikor a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs saját fénye, a fényt a naptól kapja, amikor ők találkoznak, akkor a nap nem tudja megvilágítani a holdat, ezért számunkra láthatatlan. Egy ilyen újhold napon az kell, hogy mi is láthatatlanok legyünk, szimbolikusan gondolom ezt, mégpedig, hogy legyünk visszahúzódóak, hogy meditáljunk valami felett, hogy tekintsünk befele. Ez az új hold július 5-én van, de pár perccel éjfél előtt. Sokan ezt az új holdat július 6-ára teszik. De mivel éjfél előtt van, ez még július 5-e. Ez egy indiai számítás, ehhez hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon precíz számítás, mert az indiai asztrológia figyelembe veszi a precessziót. És ezerint a számítás szerint a nap és a hold itt az ikrek jegyében van, a levegő elemében, ami jelenti a mozgást, jelenti a könnyűséget, jelenti a gondolatokat, ötleteket, és jelenti a kommunikációt is. Itt a képen SO németül die Sonne, magyarul a nap, MO németül der Mond, magyarul a hold. A nap és a hold itt az ikrek jegyében. Egy jegyben látható Vénusz bolygó, tehát ez az új hold kihat a szerelmi témákra is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, majd az asztrológiára még visszatérek. Jelen pillanatban vannak itt kihívások, támadások, külső támadások. Valaki nem becsül meg téged, kritizál téged. Itt vannak ellenségek, amikor védeni kell magadat. Lehet, hogy ez a kártya nem is a te helyzetedre utal, hanem az övére, hogy nála vannak ezek a kihívások. És itt a torony azt jelenti, hogy ebben a helyzetben úgy érzed, hogy minden összeomlik. De azért lesznek lehetőségek. Sőt, visszatérve a horoszkópra, ez az új hold az Artra holdházban van, és ez az Artra holdház jelenti a nedvességet, egy új kezdetet, valaminek a kialakulását, jelenti a fiatalos kisugárzást is. Tehát ez az új hold alkalmas arra, hogy meditáljunk valami felett, hogy legyenek tervek, különösen itt a levegő elemében, hogy miután elmúlt ez az új hold, és indul a növekvő hold fázis, akkor az egy jó időpont erre az új kezdetre, hiszen itt lesz egy újjászületés, itt valami kialakul, és előre mennek az események. A hold és Mars bolygó között van egy szextil kapcsolat, ami kellemes, ami jó. Mars bolygó a tűz elemében, a hold a levegő elemében.
és a tűz eleme és a levegő eleme harmonizálnak egymással. Mars bolygó az jelentheti a mi erőnket, és a hold jelentheti az érzelmeket, az intuíciót. Mars bolygó utalhat a férfiakra is, és a hold néha az anyukát jelenti, a kapcsolat anya és fia között. De a hold jelenti az érzelmeket, és a férfiak kimutatják a bátorságukat, a lelkesedést, kimutatják az érzelmeket, keresik a kapcsolatot és a kommunikációt. A hold és Szaturnusz bolygó között van egy trigón kapcsolat, mindkettő a levegő elemében van. És a holdnál az elképzelésekről van szó, az álmokról. Szaturnusz bolygó segít ezt kialakítani. Szaturnusz bolygó retrográd, ami azt jelenti, hogy visszafele tekint és jelenti a múltat. Előfordulhat az is, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád, kihat a levegő eleme, ezek a gondolatok és a beszélgetések. Keresi veled a kapcsolatot, mert beszélni akar veled. És visszatérve a kártyákra, itt látható ez a kihívás, úgy érzed, minden összeomlik, vagy nálad, vagy nála, de ez a férfi elfoglalja a helyét, és uralkodik, mint egy király. A kezében van a bot, ami jelenti azt, hogy cselekvőképes, és kimutatja a tűz elemét, a bátorságát. Itt is látható, hogy harcol, hogy küzd, de megnyugszik, hiszen itt, mint egy király, uralkodik a helyzet felett, és itt ücsörög a trónján, figyeli a dolgokat. Tehát nem fog másokat megtámadni, hanem uralkodik. De megvan ez a kritikus és szigorú tekintet nála. Itt kezébe veszi ezt az aranykelyhet. Jelenti az intuíciót, de jelenti az érzelmeit is, és ő átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, mert kimutatja az érzelmeit. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz, mint egy királynő, sőt, itt is uralkodsz, mint egy királynő, itt érzelmekről van szó, elfogadod az ő közeledését, elfogadod az ő érzelmeit. És itt a levegő eleméről van szó, olyan felszabadultnak érzed magad, kilépsz egy szűkös helyzetből, és komoly döntéseket fogsz hozni. Azon kívül lesz itt kommunikáció kettőtök között. Itt is a múlt látható, ugyanúgy, mint ahogy Szaturnusz bolygó visszatekintése utal a múltra, hogy valaki gondol rád a múltból, vagy vannak itt emlékek. A kelyhek jelentik az érzelmeket, tehát kihatnak a te érzelmeidre. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus indul az életedben. Itt az érmék jelenthetik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, a párkapcsolatban utal egy stabil helyzetre, egy stabil párkapcsolatra. Ennél a kártyánál tanulhatunk valamit, hiszen megjelenik ez az idős személy, megjelenik a gyermek és egy fiatal házaspár. Ez az idős úr utal a múltra, a gyermek utal a jövőre, ez a fiatal pár utal a jelenre. Akkor uralkodsz a helyzeten, ha a jelent éled. És ha így van, akkor felszabadult vagy, felszabadultnak érzed magadat, hiszen átteszed
magad a félelmeken és a bizonytalanságokon. A jelenben nincsenek olyan félelmek. Csupán akkor, amikor a jövőre gondolunk, amikor tervezünk valamit, és nem tudjuk, hogyan tovább. Vagy ha visszagondolunk a múltra, és ott vannak szomorú emlékek, és van a félelem, hogy ez újra megismétlődhet. Ezért jobb, ha a jelent éljük. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy jelentkezhetsz a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tendera.